Közönségtalálkozót szervezett az Újbudai Polgárok Egyesülete a Szent Imre Gimnázium dísztermében május 19-én. Elnöke és egyik életre hívója, Kerékgyártó Gábor önkormányzati képviselő. Az Egyesületünk az nemrégiben alakult azzal a céllal, hogy Újbudán a polgári életet, a polgári közösséget összefogjuk. A téma egy új rádió a február 15-én született Karc FM volt, amely csupán néhány hónap alatt elképesztő ismertségre tett szert. Az alapvetően közszolgálati, beszélgetős rádió első körben Budapesten és az agglomerációban hallható, de internetes honlapján mindenki élőben is elérheti. Az estét Zelényi Zoltán televíziós műsorvezető moderálta, vendégei pedig Gajdi Csottó, az új rádió főszerkesztője, valamint Bayer Zsolt, a Karc FM egyik műsorvezetője voltak. De nekünk nem az a célunk, hogy, és nem is az a feltételezésünk, hogy önök ne tudnák nagyon jól, hogy mik a hírek. Nyilvánvaló, hogy rengeteg helyről tájékozódnak, és tisztában vannak a történésekkel. Nekünk pontosan az volt a célunk, amikor ezt a rádiót létrehoztuk, hogy beszélgessünk róla. Beszélgessünk ezekről a hírekről. Beszélgessünk hozzáértőkkel, beszélgessünk érintettekkel, beszélgessünk politikusokkal, uram, bocsánat, még ellenzéki politikusokkal is, és elsősorban beszélgessünk önökkel. Ez volt a cél, és hogyha megnézzük a rádió műsor struktúráját, akkor ez a cél ebből világosan látszik is. A műsor struktúra nagyon hasonlít a Kossuth, illetve a Lánchíd rádióéhoz, ugyanakkor jó néhány elemében szeretne eltérő is lenni. Rendkívül igényes műfajokat is hallunk, olyanokat, amit például a kereskedelmi rádiókban soha, riport mondjuk. Hát ugye az egy munkaigényes, meg gondolkodásigényes műfaj, az ott nincs. Itt van. Hogy miért pont Karc? Ahogy a rádió szlogenjében is szerepel, Gadi Csottó szerint ez olyan Karc, ami jó nyomot, jó jelet hagy maga után. Elmondása szerint jó értelmezéseket, jó magyarázatokat, jó érveket akar adni hallgatóinak azokhoz a vitákhoz, amelyek otthon, a piacon vagy a fodrásznál zajlanak.